Köszönöm szépen a tisztelt hölgyeim és uraim, a civil összefogásról nevében is kiszeretem, és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Civil Akadémián. A tanulságos munka után jó esemény és tartsatáért fogjátok. Szóval egy hete Önökkel együtt arra ébredt az ország, hogy valóban egységesek vagyunk, és hogy valóban összetartozunk. Összetartozunk még pedig elsősorban a hazaszeretetben, és hiszük, hogy egy hiteles pártnak hiteles nemzetet teremtünk. Olyan, mikor mondta egy fotóval ezelőtti kampányával idézni fogom, hogy hiszünk a szeretet erejében. Most azt hiszem, hogy úgy, ahogy most, az előző életben, évtizedekben és négy évekkel megüzentük a világot. Úgyhogy most a világ az, aki meghallgatja a szavunkat és követheti a példánkat, hiszen igenis van rá esélyünk, nem csak nekünk is, hogy a felügyelőket és a felügyelőket majd, hanem nekik is, hogy egy szokatlan nagyhatalmi vízió helyett egy másik vízió is létezik, amit nem csak követni lehet, de egyértelműen követni lehet. Szóval, hogy mi volt, hogy volt, mi van, és főleg, hogy miért erről beszélgetünk ma este a Civil Akadémia két vendégével, két a bizonyos politológussal, a Szerbogói Politikai Elemzés, az Összpontja Igazgatójával. És Ókovács Kérdeztem a Magyar megzendülnek az ő különben, a kosolyokkal.
állítottál, a kezemet a szongorára teszem, és hang után folyva. Egy óra nem telik el, megvan a hinnunk, így, amint ma is megy. Akkorra már visszajött Barthai, és eljátszottam neki, szépen gondolta, hazamegy a fejem, zenekarra, máshoz belültem. Elérkezik a döntésokra. Én már ügyelni készítettem, mert hogy szavamat ne felejtsem, nem választott pályabírát döntöttem, hanem maga a közönség. A közönség feszült figyelme hallgatja ezt a hangot, de nem felejtsem. Végre az enyémre került szó. Engem a harangszóra való gondolat annyira eltöltött, hogy a zenekari átiratban is harangszóval kezdtem. Az eddigi dalok mindenféle csirikájában, semmi mélyén, semmi illuzitájában. Az én dalomon egyszerre állította tett mindenkit. Az arcok megmerednek, és amit megcsinálnak könnyen, és alig, hogy az utolsó sor elhangzik, a tapsolásnak és figyelmétnek fogták a látszom a csinálat. Az eljött volt a kicsit. Köszönjük szépen Körösi Csaba színű résznek a bevezető gondolatokat, amelyek azt hiszem remekülnek is elhozták a mi beszélgetésünket. Tiszteli Zoltánnal is sok lesz szívesztelre, akiket még egyszer tisztelettel és szeretettel köszöntök. És azt hiszem, hogy a helyet hozta az igazságtól is talán az önök nevében is fogalmazható, ha azt mondom, hogy Gárdonyi Géza imént hallott utolsó gondolatai, vagy sorai hűen leírták mindezt, amit mi valamennyien éreztünk. Úgy vasárnap este. Szóval kedves vendégek, hogy is van ezzel a dicsőséggel? Kinek a dicsősége mindez, amit volt vasárnap történt? Rögtön mondhatnánk, hogy Szolideó Glóriának, hogy nyilván itt ennek a dicsősége velünk volt, ez nagyon fontos, és hát mindannyian készenünk, itt is nagyon sokan vannak, akik szavazatszámlálók voltak, vagy más úton telefonáltak, vagy beszélgettek csak emberekkel. Ez egy közös siker szerintem, ez egy közös siker, és hát nem siker Magyarország siker, szerintem ez a legfontosabb. Szóval ez meg fogod. Igen, nem volt egy olyan, hogy vagyok. Jó estét mindenkinek. És mondok azt, hogy megállj be, vagy nem állom meg, jó? Én baráti közlekben vagyok. Abának én is nagyon köszönöm ezt a kiváló előadást, én ezt tudni vagyok, és jobban a színházban már itt szerek óta kiváló helyetár. Szerintem még diákoromban is, már diákoromban is hallgathattam a téged ott. És az utána a következő évada, a szívetviselő mitosz és történelem. Amikor Sabait felolvasok, az maga a mitosz és történelem. Párhuzama, ellentéte, ki tudja milyen. Nem szeretnék semmit sem deheroizálni, de Kádonyi Gézának az 1590 körül megjelent interjúja, Erkel Ferenccel, fiktív. Gárdonyi Géza egy erdélyi jó volt, a legjobb fajtából. Hatalmas mesélőket, de Erkel Ferenc meg egy hallgató ember, aki soha senkinek interjút nem adott egyébként. És az a helyzet, hogy ez egy gyönyörű a történet, és elekülnek felül az. És mi a fontosabb a valóság, a történeti valóság, 90-ből visszanézve 46 éve korábban, nem volt a közkönyvtár, nem tudták mikrofilmen vagy interneten keresni a szakadó újság tudósításait. Szorványosan volt a hangoni csapok persze abban az időben, 1844-ben. Olyan volt, mintha a bibliai időkről beszélne valaki, ellenőrizhetetlen volt, hogy mit fog mondani. Viszont el kell még élet, már visszavonulva Gyulára, és mivel ő sosem szólalt meg, ezért nem tudtam volna ezt elmondani, hogy én nem így volt, mert nem is találkoztunk. Tehát képzeljék el, hogy valójában Erkel Ferenc pályázza magától az ő hosszá. Sőt, szoktam, hogy 8 vagy 10 pályával érkezett el, de ebből egy teljes lemezt lehetett csinálni néhány évvel ezelőtt a pályaművekből.
merítés pályázat volt, Erkeli az első számban kísérte. Ő adta be a számomat. Sőt, azt is lehet tudni, hogy pályázatokat, hogy nem jelöltette magát az ítész bizottsághoz. Előtte nem sokkal, ő volt az elnöke, amikor a szózat megzenesítés a szóba került, és akkor valóban egyenségényi pályaművét, ő is meg az intéztársaság hozták ki legjobban. Szóval el kell akarat pályázni, nem azért kezdte el harangal a hímhoz, egyébként ha jól figyelt valaki az operaház nyitására adott tévéfelvétel, ott azt a hímhoz játszottuk el, nem a doktányi tél későbbi zenekeinek, valóban egy harangal indul el, de azért kezdte el azon a harangal, bocsánat, hogy rossz vagyok el, mert olyan régen beszélgettünk. Igen, Hunyadi Lászlót is, és abban is 1456-ban játszott a László, és abban is harangokat használ. A nyitányban is, meg a harangban később is. És ez a harang között betöltötte a kettőjét a bazilben, meg hát illet is a Lászlóba. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy milyen gazdag az a nép, amelynek egyrészt van egy ilyen szerzője, egy kvázi németnek született, de a magyarnál is magyarabban a szerző, Erkel Ferenc, és akiről 50 évvel szinte később egy másik magyar író kikanyarítja ezt a históriát, és szívesen hallgatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy párhuzamos történet, mind a kettő tiszteljük és szeretnünk is kell, ennek a népnek a történelmi dátumaiból, eseményeiből a mesélés útján gyönyörű mítoszok keretkeznek, és örülök, hogy ezt a mítoszt nagyon régen olvastam egyébként. Most mondom, ilyen fantasztikus, mert elolvasom, újra meghallgathatok. Ez is nagyon szép. Pedig köszönjük szépen Ogoda színészpárnak, hogy így értettem gyakorlatilag egy kerek történetét, az, amit itt Körösi Csabától hallottuk. Köszönjük szépen, hogy ezt meghoztottad velünk, itt nekem közben az jutott eszembe téged hallgatva, ami sok minden más esetben is, de igaz, hogy már akkor is érvényben volt, hogy lehet, hogy ami történt, de így is történhetett volna. És nagyon jó, hogy ez így papírra került, és köszönjük szépen még egyszer az elemzést. No. Hát visszatérve, és komolyra fordítva a szót, mert természetesen az öröm után a kemény munka is kezdődik, amit elérhet. Aztán megnyertük a választást, de vele együtt azt hiszem, hogy nyárat lesz a igazságról, ha azt mondom, hogy vele együtt megnyertük a pontot is, mert hogy nem lesz könnyű a következő előttünk elő időszak, az egészen biztos. Elemezzük az előző. Mit lesznek azok a legfontosabb lépések, amiket lehet, hogy tudja az olyan felelő kormány. Igen, nem lesz könnyű, nem csak nekünk nem lesz könnyű, világszerte nem lesz könnyű. Azt látjuk, hogy kijöttünk a Covid-ból, ugye kezdett újraindulni a gazdaságban, csak nem mondjuk egyébként világszerte. Mindig hozzá kell tenni, hogy nálunk más hónapban korábban indult, tehát már tavaly májusban kijöttünk egy állásból, köszönhetően egyébként a keleti vakcináknak, a kormány politikájának, és azt is megint kell mondani, hogy még kell felejtjük, hogy amikor a baloldaliak mindig kinevetik a nemzeti konzultációt, az is hozzájárult ahhoz, a leállásnál és a nyitásnál is, hogy nálunk nem voltak olyan erőszakos tüntetések, mint Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában, Angliában, Olaszországban, és még ki tudja, hol, tehát ez fontos, hogy igen, konszenzus nem volt az ország. Igen, hát ugye a háború másik hónapja tart, nem lesz hamar vége, és hát azt gondolom, hogy ez egy elhúzódó háború lesz. Tehát ne gondoljuk, hogy május 9-én vége lesz, talán Harkovban kell tudják foglalni az oroszok, az már nagy szó lesz, hogy a Donbassnak azt a részét el tudják foglalni, az már egy siker lesz, Putyinak valamit fel kell mutatni, május 9-én a Vörös téren, mert lesz az ott szokás. Tehát mi az, ami látható? Hát nem sok jót tudok mondani, de az a lényeg, és ez fontos szerintem, hogy polgári kormány van, ez azt jelenti, hogy mi az, ami nem lesz. Tehát nem lesz IMF típusú megszorítás. Szerintem is ezt kijelenthetjük, hogy egy unortodox gazdaságpolitika fog folytatódni, ami nem a lakosságot terheli, főként a terhet, egy igazságos termegosztás lesz, mint a 2010-es évek elején. És hát igen, tehát azt jelenthetünk, hogy világszerte van, és hogy Európában egy energiainfláció van. Tehát drága az energia, még sokkal drágább lesz, és ez azt jelenti, hogy minden energiából van. A műtrágya, amivel a Földet ugye a táplálják, és ha nincs kevesebb a műtrágya, kevesebb lesz az élelmiszer, drágább lesz. Tisztéglázadások várhatóak Egyiptomban, Libanonban, Jemenben, Sri Lankán, most ugye a Búzai Sri Lankánában nem jön, Oroszországban nem jön,
tehát komoly problémák lesznek, ez a migrációt is felelősíthet. Tehát ami pedig a legfontosabb nyilván, hogy Magyarország kimaradtan a háborúból, hogy erre szavazott a magyar keresőkről többsége, erre szavaztunk mi is, és hát szerintem ez biztosítható, hiszen a NATO nem akartam megkodni. Egyes országok, hogy döntenek, ez egy másik kérdés, de ugye az a NATO, mint szövetség nem akar belefogódni a háborúban, tehát ilyen szempontból a béka legfontosabb kérdés. Utána ennek a gazdasági kérdéset, az Unió eldöntötte, hogy 5 éven belül meg akar szakadni az orosz energiáról, ez nem lesz megvalósítható, ezt mindenki tudja, hogy nem lesz alternatíva. Hát sajnos az a baj, hogy Brüsszelben nem is nagyon akarják, hogy legyen alternatíva, tehát itt nekünk nagyon komoly harcokra kell felkészülnünk, és megint is szükség lesz arra, hogy mindent ne tegyük le hátra, fegyvert ne dőljünk hátra, hanem az elkövetkező időszakban a miniszterelnöknek megint nagy szüksége lesz rájuk, mert Brüsszelben komoly csaták vannak. Ugye amit a Márkizaj mondott, azt már véletlenül mondtam, hogy Londonban találkozott Bajnai Gordonnal, és ugye már ő is mondta, hogy hát kevesebbet kell fogyasztani. Kevesebb vizet, áramot, gázt, és hogy fogunk kevesebbet? Ő azt mondta, hogy világpiaci előnyt is kapunk. De hogyha ezzel jön Brüsszel a csapot, akkor tényleg kevesebbet fogunk fogyasztani. Tehát ezek lesznek a következő kérdések, hogy lesz-e energia. Mert ha lesz Magyarországon energia, akkor lesznek munkahelyek, ami nagyon fontos. Németországban már járnak az első gyárak. Nálunk a Bicker László rögtön másnap már újra indította a Nitzobin gyárát, ugye mondta, hogy eszébe jutott, hogy hát mégiscsak újra indítom a termelést. Tehát ilyen szempontból azt látunk, hogy lesz energia, lesz béke, lesz energia, és hát lesz egy olyan komolytudott, egységos gazdaságpolitika, ami azért a nagy területet a lakosságtól elvesz. Szerintem ez a három legfontosabb kérdés, és Brüsszellel továbbra is azért vitatkozni kell, mert ők már van az elment egyébként az olaj és a gázcsapot, németeket üstölik, itt is jön igazából, amit a Kocsis Szakja Olivió mondott, hogy elkezdeni az olaj meg a gázcsapot, azt ők meg akarják valósítani, pont azért, hogy kevesebb energiát fogyasztunk, és hát ugye most Oroszországot akarják demokratizálni, és orosz gyűjt is írt, hogy most itt az időpont, hogy a Putin demokratizáljuk, és utána a kínaiakat. Tehát ugye, hogy ő egy két hete írta egyébként, hogy lehet olvasni, két hete ezt írta, hogy most ugye úgy szoktam mondani, a medve, amikor négy lábon áll, 400 kiló, azt nem lehet felborítani. Most a medve egy kicsit kiló, most megpróbálják. Tehát ezek azok a problémák, amikkel szembeállunk, és hát igen, most van két évünk, hogy ennek országos választás, 24 májusában lesz a következő az európai parlamenti választás, majd két év, amikor nem lesz, hát most az ellenzéknek kell a népszavazást mozgósítani, nekik kell 50%-os részvétel produkálni az ő kérdéseikben, vagy 40 nap múlva, illetve hát azt is látjuk, hogy az önkormányzati választás is 24 októberében lesz, tehát az sem most lesz. Tehát nagyjából ezeket a sorokpontokat jelölni. Itt a demokrácia kérdéséhez érdekes játékosan visszatérünk. Előtt azonban szóveszer megkérdezett oldalunk is, és most egy éles váltással vagy kanyarral a kultúra irányába. Nagyon-nagyon sokszor elhangzott itt a kampányidőszak alatt is, előtt is, és arra gondolkozok, hogy kampányidőszak. Tehát én amióta újságíróként létezem Magyarországon, egy kampányidőszak van. Vagy rendesebb, vagy hangosabb, de gyakorlatilag folyamatos kampányidőszakban vagyunk. Nagyon-nagyon sokszor elhangzott tőlem is az elmúlt időszakban az a mondat, hogy aki a kultúra, az a politika. És ebből a szempontból sem volt mindegy az idei országgyűlési választások végi menetele. Amint az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb magyarországi kulturális intézmény vezetője, hogy érted elsősorban, mi az, amihez szükségeltetett az újabb ilyen helyi felhatalmazás a kultúrában? Amellett, hogy a fogyasztás visszafogását magamra tudnám értelmezni, tehát a fogyasztás visszafogását nem, de a fogyasztásért igen. Én két örülök, hogy egy gáz meg olajcsapok elzárásáról beszélünk, és nem az zárja el, aki adná, hanem aki kapni akarja. Nem? Tehát azért kicsit mutatja Európa öngyilkosságát, tehát hogy elvárom, hogy ne adhassanak nekem. Biztosítom az ételt, a bármit. Milyen látom a gondolatot, hogyha mondjuk egy csövön ledető Oroszországból jön, akkor azt is követelnék, hogy zárjuk el! Zárjuk el! Na hát, visszatérve annak kérdésére, annak, aki a nézők kezébe elmondi, mert még mindig a himnuszát adtok kicsit, tehát ezt a himnuszát nem durva kezdted el, tehát ez így még ilyen.
az igazi arcot tudják elénekelni, viszont nem kellett egy kukorikon jutott. Akkor a mindenből illetve, hát látom, hogy én magas barikon kérdezik, alul meghaltam kicsit. Na, a különböző szélekkel kezdni meg. Na, de hogy miért volt szükség arra, hogy a kormány támogatása maradjon, az operatíváján keresztül túlontúl jó is számérthető, tehát már annyira, hogy talán nem is általános ennyire, tehát túl szét ránk, szégyenesség, majdnem 100 milliárd forintot költöttek az elmúlt 12 évben. Valóban az Ercsel Színháznak volt egy első lépcsős vacsávalázása, aztán megépültek az egyetemű helyen, azt mondom, kíváncsi lennék, hányan voltak ott, hogy hányan ők mind voltak már ott. Én tett egy nap. Tegnap is. Hát ez csodálatos, mert olyan, mint a lenne értelme. Működni, megkommunikálni, nem vagyok elszokva. Köszönöm szépen, hogy ennyien voltak már ott. És akkor az operaház, ami meg ugye most újra működik, és még ott mellette a kismerősen hűl a Hajós utcában van, ott is majd hálunk, oda akad alagot köti össze az operaháza, az még nincs kész, tehát most még mindig építkezünk. Mi az megvált, meg még egy-két apróság szeretnénk tényleg 100 milliárdig az lesz, és 2010-ben egy lerobbant is, lakak alatt idő, mert akkor már 3 éve bezárt a Kesszínház volt, nem volt az a fajta egyszer típusú háttérintézményünk, az operaházat pedig, mit mondjak, 97-ben szeretem, mikor már azt írtunk, föl kéne újítani. Most talán képest 13 éve később még mindig még tervek sem voltak el, hogy történjen. Ugye volt egy teljesen legjobban állapotú magyar opera játszás, amely mutatott életjeleket, meg volt ezt a produkció, de azokat csak az operázban lehetett megnézni, és alapvetően az egyébként felfordult idegenkodban. Csak hát ilyen zenei halálkodásokért működtünk, és hát úgy gondoltam, meg szerintem többen, és a kultás kormányzatban is mindig jött a támogatás, és jött a támogatás megfelelő is, hogy a hozzáférést, meg az intézmény kitelesedést azt oldjuk meg, és hogy valóban, mivel Budapestre úgy tekint a miniszterelnök is, mint egy európai mintafővárosban, tehát amelyik azt mutatja, hogy milyen lehetne egy európai főváros, ezért annak egy rendes opera intézménye kell legyen. Nem tudunk világszínvonalat adni, ezt elválnak értelmesség, az Bécs nyújtja, meg New York, meg ilyesmi, de európai első vonalat tudunk adni, és ehhez egy hosszabb munkavezet kell, de most nem állok vele jól, attól tartok, ha most ez másképp alakult volna, és hát eléggé sok fenyegető áll, magasodik itt fölénk, erről az Zoltán nagyon gyorsan pergőd, és már sok mindent is elmondott. Tehát ebben a helyzetben annyira adnai magát egy elképusú kormányzat számára rögtön ezt a féket behúzni, ami a kultúrát csak viszi a pénzt tulajdonképpen. Enni nem lehet, inni sem lehet meg a kultúrát, úgyhogy akkor húzzuk meg. Nagyjából ezt várkom ránk, és most abban hiszem, hogy ez nem így lesz. Miniszterelnök úr egyébként úgy szerdai sajtótájékoztatóan emlegette azt a talán én azt hiszem, hogy szőcsivel tanultam ezt a mondatot, ezt a Churchill idézetet. Erről se tudjuk egyébként, hogy így volt-e, de nagyon szép mondat, nagyon kifejező, hogy ugye miért harcolok, hogyha a kultúrát elengedjük. És én remélem, hogy így lesz, hogy az emberek kenyincét, a magyarok tartását adó kultúra és ennek a sok-sok szegmense támogatott marad, és így könnyebben részre jut majd át ezt, ami egyébként nyilván nem lesz egy könnyűséta. És akkor visszatérve ahhoz, amit itt kis játékokkal kapcsolatban kevés nézőnek felvetettem, mert most, hogy a múlt vasárnapi eredmény boltról is jól látható, úgy döntöttünk, hogy pihenünk most egy kicsit az igazi kérdésekkel, úgyhogy bőven az elmúlt időszakban. És mivel mi itt már félszavakból is értjük egymásos, nem is tudom, talán 6. éve nyíljuk itt egymást a kedves közönséggel, a személyi honvédőkkel, szóval már én csak egyes fogalmat mondok, hogy sorolok fel nektek, és mindenki vérmérséklete, tapasztalata, véleménye szerint kifejti, amit ezzel kapcsolatban gondol. Köszönöm ezzel, amit te itt már kimondtál, Zoli, nem tetszett korábban, kívülni a kapcsolatban, ha jól emlékszem, demokrácia.
demokrácia többség döntésen, többség döntött, negyedszer, kétharmaddal, az elég egyértelmű döntés született. Tényleg Brüsszelben is látják, Angliában próbálnak újabb rohamokat indítani. Igen, a demokrácia az arról szól, igen, tehát van a tankönyv definíciója, hogy a kormány leváltható, ennek készült az ellenzék, tehát ez is a demokráciát együtt. Amikor hivatalból kifolyólag találkoztam az EVSZ-es delegációval, nem egyszer, nem kétszer, akkor mondjuk, hogy hát igen, azonosságot mutat az ő jelenleg köztes jelentésük, a Tavares jelentéssel, meg a Sargentini jelentéssel. Mondom, hogy hát ugyanúgy féltik a média pluralizmust, ugyanúgy az idézőjelben civil szervezeteket, ennek a véleményét mondják vissza, hát mondom, hogy alig látom különbséget. Mondom nekik, hogy hát érdekcsoportok véleményét látom, amely érdekcsoportok a oligarchát finanszíroznak. Mi spekulások. És akkor hát tisztel elmondtam, egyszer leírták, aztán majd kihúzták biztos majd a végén a jelentésből, de ez nem demokrácia. Tehát a demokrácia az, amikor az emberek döntenek, a többség dönt, és amikor oligarchák vagy spekulánsok finanszíroznak újságokat, médiumokat, vagy mondjuk civil, magukat civilnek nevező szervezeteket, és ők akarják megváltoztatni a közvéleményt, vagy mondjuk bojkottra szólítottak fel meg érvénytelen szavazásra, mint a népszavazásra, az nem demokrácia, mert a demokrácia arról szól, hogy alternatívát ütköznek, megfogalmazódnak alternatívát, hogy ezeket politikusok elmondják, megvitatja a társadalom, és akkor ezek ütköznek, a választáson ütköznek az alternatívák. Ott lehet dönteni, ott dönthet, hogy mi polgárok is, amelyik többségbe kerül, ugye az viszi tovább, amelyik meg kisebbségbe kerül, az meg fenntartja az alternatíváját, ugye nekik mindig alternatívát kell kínálni az ellenzéknek, ez az egyik feladata, ezt nem szokták jól csinálni, de amit mondanak alternatívát, ott csak rosszabb. És hát igazából talán, hogy a választáshoz két mondatot vagyok, hogy lássuk, hogy ez a narratívával miért volt egy ilyen szellem, amit mondtak, hiszen ment az autópályán mindenkivel. Ez rajta kívül, mondjuk ezt nem látta szerencsére talán, de hát most ezt sokszor elmondtuk, de még egyszer el kell mondani, hogy amikor ugye a Covid járvány lecsengett novemberben beszélnek, az emberek már nem az életüket féltették, hanem a pénzüket, az egzisztenciáját. És amit mondott a Márki-Zay, világpiaci az energiára kellenek, progresszív adó, példadó emelés, megfizetős egészségét. Hát szembe ment, és mi mindig a 104-en kiadtuk, hogy hát az emberek 80%-a támogatja a családtámogatási rendszert, 75%-a rezsicsökkentést is, ki az a 15%, aki szeretne többet fizetni, a gazdagok feltehetően, akiknek mindegyiknek kiszámoltuk, hogy a háborúhoz 30 ezer forinton került volna többet az energia, hogyha nincs rezsicsökkentés, ha mondta. Tehát nyilván valakinek egy gondol, a többségem szerint nem gond, hogy havi 30 ezer forinton többet kér, és ez a háború előtti, tehát nem a háború szám. És hát jó, és akkor azok ellen, amikor elindult a háború, és az emberek megint az életüket kezdték el félteni. Akkor mit mondta Márki-Zay, hogy küldjünk katonákat meg fegyvereket, és nem csak ő mondta. Tehát ezt a rezsicsökkentés ellenes szöveget, ezt a politikus tartói is mondták, és hát szerintem te idézőben kedvence a Potocskáné, amikor ő mondta, hogy hát a saját két fiát meg a férjét nem küldeni a csatába, csak a többieket. Tehát ugye, hogy ez az a mentalitás, hogy szembe mentek az emberek többségének az akaratával, szembe mentek a józan ésszel is, és hát azt látjuk, hogy ez nem demokrácia. A demokrácia az egyébként, amikor tényleg az emberi döntőnek, és hát egyébként az is nagyon fontos, hogy most megvan a döntés meg egyszer, hogy hát el kell fogadniuk. Látjuk, hogy most nem ezzel van, hogy én most már azt kezdnek hozzászokni a kétharmadokhoz. Igazából meg még egy talán még utolsó, most már ilyen jobban látjuk, hogy ott mit történhet, akkor ez az előválasztás megint. Hát igen, egyébként az az érdekes, hogy azt már rájöttek, hogy az utóbbi időben világszerte azt láttuk, hogy az ilyen népszerű politikusokat, mint mondjuk Orbán Viktor, más országokban is volt ilyen politikusok, úgy tudják megbuktatni, hogy a szivárvány koalíciót csinálnak. Ezt láttuk. És ez Csehországban működött, Izraelben működött, úgy működött, hogy jobboldali, magát konzervatívnak mondó politikus vezette ezt a szivárvány koalíciót. És hát most azt gyanítjuk, sejtjük, hogy ugye a bajnaiéknek ez az adatvalász cége hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Karigerit levették, és a Márki-Zayt rakták föl, mert ő magát egy konzervatívnak mondja, és ahhoz, hogy ezt az izraeli, meg csehországbeli működőképes receptet nálunk is megvalósítsák, ez nem a Karigeri kellett, aki 10 óra, 11 óra előtt meg is igazán biztos, hogy mondjuk úgy hadrafogható, hanem egy magát jobb oldalinak mondó ember tartak oda, tehát most már úgy
utólag ez így adja magát ez a feltételezés, és hát nyilván utána az alkalmaz még rá segített volna, de nem működött. Tehát nem működött, az előbb mondtam, hogy ez a Márki-zaj ilyen elszabadult hajóállóként máshogy működött, de feltétlenül volt egy ilyen szándék is, ugye ez nem működött. Lengyelországban sem működött és talán ezzel zárom, mert ott is az emberek okosabbak voltak, 19 májusában ott is egy ilyen szivárvány koalíciót tápoltak össze az európai választással, ott nem jött össze, ott szétesett. Ez a koalíció most próbálják megint összerakni a jövő évi választáson. Tehát a demokrácia, amikor a többség döntésnek látjuk, hogy az emberek nem miért, tehát hogy mik az alternatívák, és hát a baloldali alternatíva sokat volt bizonyult rosszabbnak, mint az, amit a kormánypártok nyomnak. Vagy mondjuk baloldali alternatíva sokat szor volt. Szilveszter, demokrácia itt a mezőse következik. Hát, nem lehet demokratikusan vezetni, úgyhogy egy autoritár helyről nézett kifelé, de persze a társadalom olyan demokratikus, amiben egy utazásban ez nem megy. Tehát szoktuk mondani, hogy hatatna persze Toszka megy. Van a színpadon egy énekes, de sem biztosan boldog, mert ő neki elkezd énekelni a szeretetről, azon van elfoglalni, hogy ugyan lesz újra a szeretnénységei. De biztos otthon van hét boldogtalan, aki aznak nem is sokkal magyar magát. Nem lehet a színpadon. Tehát ezeket a döntéseket meghozni egyébként ki, hol lehet és mikor, ezeket nem lehet közben kiáltással, meg közbanozással, úgyhogy ezen is egy olyan területen az életnek, ami nem demokratikus, annál inkább van szükség arra, legyenek olyan területei az életünknek, ahol valamennyi jogsal egyenlő, meg ahol valamennyien eltöntjük, hogy mi lehet tovább, mert ezt azért az egyéb terein, akár még egy családban sem tudjuk megtenni. Nálam is kamaszkodik három nagyobb gyerek, meg van egy kisebb. Nem szeretném, hogyha már szavazott polgár még azt, hogy fejlődött kamaszok meg beszavazhatnának. Tehát ezzel nem komoly harcot folytatunk otthon. Hiába néz úgy ki, mint aki szavazhatna is akár, de még szeretnénk, hogy ezt még adhatunk el. Úgyhogy nehéz ügy az átdemokratizálódás. Kétségtelen, és mindig belőttem a szerintus kérdése. Ha olvassák meg a Szünetel Miklós iratkozatait, nem tisztelem, elődöm, és Gyarapajtja előd azért ezt itt elmondom önöknek, aki a 2001-ben belépett, akkor jó a fiatalabb. Önmagamat 2002 nyarán, mikor őt visszahelyezték oda, úgy kintottam a Lágon. Ez az első döntése volt Szünetel Petrovicsenek visszahelyezni Zoparán az élére a választási győzelmek után. Szünetel Miklós engem megtartott, hiába tudtam, hogy egy őskideszes vagyok, megtartott, és szeretném én is ezt a fajtát mondtam. Én ezt nagyszerűségre gondolom, tehát ő már köszönöm rosszul döntött, de mégis ha ezt jó döntésre fogok fel, akkor igyekszem ezt a házon belül ugyanígy csinálni. Tehát nem csak, hogy nincsen demokrácia a házon belül, de politika sincs a házon belül. Tehát nagyon nagy baj lenne, hogyha a zenekari szólamokat, a balettkart, vagy az énekkari szólam próbált az állnál, hogy egyébként én erre szavaztam, én arra szavaztam, na akkor a te jó jelenjára. És kezdődve az egész, a sportban sem lehet ezt egyébként megtűrni, tehát valójában itt teljesítmények vannak, ezek is kellenek, tehát szerintem fontos, hogy milyen kormányzat vezeti az országot. Az is fontos, hogy a kulcs pozíciókban van az operáns, tulajdonképpen szerintük egy kulcs pozíció, legyen egy intézmény, egy megnyugó város költségvetésével gazdálkodunk. Tehát fontos, hogy itt az a személy, aki vezeti az a kormányjal valamiféle szándékegységben legyen, mert így tud leginkább tenni az intézményért, meg a műfajért, amit visz az intézmény, de azon belül, tehát én alattam, a helyettesen meg nem tudhatom a politikai nézeteit. De az a jó, hogyha nem is tudom meg, mert hogy ő sem kérkedik bele, vagy az igazgató, hogy mindenki. Tehát, és ez működik nálunk. Tehát nagyon-nagyon öröm, és nem csak alattam működik, kérdezősen, sőt, előttem is működött. Tehát tudok volna olyan példákat, akár Mezeszkel, amit akár Kristi Attilát, akik ugyanúgy művészek tudtak maradni a Luminózus 8 évben 2002 és 2010 között, és szeretném ezt a jó hagyományt kéni tovább élni. Tehát ugye a kalapon belül nem politizálunk, de a demokrácia lehetőképpen az társadalmi szinten nagyon fontos.
tenni, és szünetet azért hoztam szó, mert olyan a szenzust, az intelligencia, vagy a tájékozatjai szenzust piszkálhatja egy 90 éves embernek a bölcsességével, és ez egy érdekes dolog. Igen, hiszen 7 éves voltam, mint a meg, és akkor pedig szerkesztővel, hogy egy végtelen volt, egy kis elméletünk nekünk arról, hogy mondjuk a választás előtti évben le kéne közölni a mérvadó orgánumban mindenhol, mondjuk egy 10 kérdéses kis adatlapú kérdések és választok. Itt ilyenek Magyarország adatformája. Vagy, mit tudom, de akár nem egy tesztszerű is, tehát hogy korsolunk négy választ, és csak meg akarjuk járni. Vagy, mit tudom, egy kicsit a Dávidi, vagy ezt akkoriban mondtuk, amikor tényező volt meg. De ilyen egyszerű kérdéseket is, és akkor ezeket, aki meg tudja oldani, engedjük a százalékkal, azt szívesen engedjük a szavazókünkhez is, mert akkor talán olyanok dönt, amiről nagyjából van fogalma. De ma már nem vagyok annyira biztos ebben, hogy ez különben célra vezető, mert van egy csomó olyan polgártársak is, aki lehet, hogy nem tájékozott, lehet, hogy önhibáján kívül nem tájékozott, de mindenkinek megvan a joga arra, hogy a saját költségében, a saját megérzéseiben négy éven keresztül a valóságot láthassa. Úgyhogy ez egy érdekes fogalmazás, hogy azért biztos fog reagálni a felvetésre, de érdekes, és persze csordítaná a demokráciát egy ilyen közvelítés, ami nem példázva a történelben, vagy ami szerzős, hogy ami a munkodban is létezett. De most annak körül a tényleg, önmagamon is tudom létezett, vagy régi önmagamon, hogy az általános választoljuk, és ugye visszatai a Svájc, vagy az utolsó volt, hogy van a sőtben, hogy egy nagyon-nagyon választoljuk. Ja, és ezt nem gondolnám, hogy a Svájciak ilyen szűkebbek voltak ilyen sokáig, de örülök annak, hogy Magyarországon is megfogja, és annak is örülök, végezetül, hogy az EVES delegációja, mondják, hogy az embereket sokkal számítja szavazni. Most tudják, hogy az EVES hány tagú delegáció jött Magyarországon? Én 233-at tudok, de az se kevés, nem? Jó körülnéztek, örülök, hogy az idegen is jól megtagadtak, remélem, hogy életfű jelentéssel mennek meg tovább. Nem csak én ezt kérdeztem, amit azt mondtára kérünk, mert a következő fogalom, de szóval csoport nagyon-nagyon kapcsolódik ahhoz, amit te most itt az imént mondtál, és úgy hangzik, hogy a nemzetlenke. A kopara megnyitásnak kapcsán, a házasmegnyitásnak kapcsán, hát ott volt, hát ez egy szokás, hogy a protokollális világban adtunk egy ilyen búcsúcsomagot, azok megjelent nagy követelt, meg fontos személyiség számára, de az ragaszkodtam, hogy a kakosulóm, ott egyszerű operavalók, egyszerű legfontosabb fekete éves operavalók küldtek, tehát őt is kaphattak belőle. Ebben a csomagban kiadványok voltak alapokon. Volt benne egy kis CD alakú kiadvány. Ma már CD-t nem nagyon adom ki, mert hova tovább nem tudjuk volna eljátszani. De a CD alakot megőriztük, mert mint a magátlanul papírt kikott, és azon belül egy bankkártya, de nem bankkártya volt, bankkártya alakú. Hát egy kártya volt, abból kiadható egy kis pendrive, és azt azon keresztül lehet berúgni. De a kiadvány nem lehet, hogy Magyarország teszt. Még egy kis kicsit ilyen vállandós teszt alakú volt az elején is, később így adott egy piros fehér zöld tesztecske. És hát azt az öreget fűztem hozzá, ezzel tud válaszolni a kérdésére. Tehát rátettünk egy csomó számot. Rajta van a magyar himnusz, rajta van a szózat is, de mások is például. Járják a hullicet, jó? Hazám, hazám, te minden, nem? Nem is tudom. Ez az el kell állni a bárvágból. De rajta van mondjuk azt, hogy tudom, itt a mezzolhári volt. Vagy a Tiszár minden, Dunán, Dunán, és hát itt jön a hári volt, szép lett. Mert rajta van a toborzó, itt jön a hári volt, jó, lovas katonának beolgyodott. Rajta van Deiner Leó, egy zsidó származású, kiváló kamara tanár és komponista, Róka Tánc című zenekar is hittét és ilyen muzsikát Liszt másik hogyan szólja, stb. És azt hittem el szövegként, hogy hát ő
hallgatnám. Magyar-e? Akkor tegyed el ezt a kis válogatást, hallgassa meg, és ha valamelyik bejártás kapcsán úgy érzi, hogy furcsa érzéskeríti hatalmában, megborzom, vagy azt gondolja, hogy ez valamiért az enyém, hogy ez hozzám tartozik, hogy különös módon megmagyarázva tanul, akkor ez a test kijelzettől viszont vagyok. Én mindig a magyar népelélek, most egészen más megközelítésben, mert Kiszteni Zoltán az egyik legzsorniálisabb és legtengőbb politológusunk. Hát nem? Na. Köszönöm, hogy a civil összefogás fórum ismertebb nevén a több, úgymond a C12 szakértői csoportjának. Ugye? Tehát innentől kezdve a következő szavunk és fogalmunk nem lehet más, mint az, hogy béke. Igen, a békemenek is az nemzetlen jó köszönöm az előzőhöz, mert ugye ott spontán vagyunk ott, tehát az, de ugye érezzük, hogy ott kell lennünk, és még az első békemenek itt az eszembe, amikor egy nyugati tudósítók fölé volt, hogy hát kérdezte, hogy hát mi is ezt mondom, hát itt vagyok én is, 400, hát nem tudtuk, még a 400 ezer vagyunk, de hogy sokan vagyunk, és akkor én mondom neki, hogy hát mit csinálunk itt, és hát mi vagyunk, amit kérdezi ezt. Vagy hát azért, mert hát szeretnénk támogatni a kormányt, mégis hát, hogy ezt kifejezzük. És ugye az nagyon fontos volt, mert ugye akkor be akarták dönteni a forintot, a forint átfolyamon keresztül akarták megdönteni a kormányt, és mondjuk ezt azt üzeni a tömeg, hogyha megmutatják a kormány gazdasági eszköz, nem demokratik, nem gazdasági eszközökre, akkor úgy választás lesz, megint ez a kormány, és megint két folyamat. Nem láttam, hogy a tartalmat, hogy vakarta a fejét, hát hogy ezt mégsem írhatta le, hogy itt a nyugati médiumon aztán lett valami hír belőle, de igazából a békát azt szerintem erről szól, hogy sok ember jó, amiben együtt van, és igazából kifejezi az akaratát, hogy ami van, hogy jó, és hát támogatjuk a politikát, mert a demokrácia tényleg arról szól, hogy a miniszterelnök mögött jár tömeg, és akkor Bajer Zsolt írta a követ, mindig ezt szoktuk idézni, hogy Orbán Viktor meg is köszönte egyébként Bajer Zsolton keresztül mindenkinek, akik ott vagyunk, hogy Brüsszelben máshogy tudott rövidet tárgyalni a békemenet után, és hát most is a szerdai nemzetközi sajtótájékoztatón ugye hallhattuk, hogy most a négy szavazás után, amikor COVID 3 millió ember egy irányba szavazott, ami rendetek, hát a szociális népszavazáson volt 2008-ban utolnál ilyen sok vélemény, egy irányú, hogy most Brüsszelben máshogy tud majd emiatt a támogatás miatt tárgyalni. Ez nagyon fontos, hogy hogy legyen mögött a támogatás, és ez a támogatás, ezt láthatóvá is váljon, mert a nélkül. De mindig nekünk is ismerjük, hogy hol vannak a fideszes szavazók. Hát a béke mellettem, meg most az úr tehát a szavazó helységben. Tehát, hogy mindig kérdezik, hogy főként Pesten, ugye, mert Pesten 40% nagyjából a fideszes szavazó, meg Angyalföldön lehet, hogy csak 20, mondjuk más kerületekben lehet, hogy 50 is van, de lényeg az, hogy mondjuk átlagos 40% van a fővárosban, és mondjuk ez mindig a külön-külön nézik, ez a legtöbb, de most azért az a baloldal egy része összeadódik, és ez emiatt tudnak igazából nyerni. Ez a Demszki alap is így volt, hogy a szocialista meg a szabad demokrata szavazók azok egy irányba szavaztak, ezt Szegeden is látjuk, a Vodka is azért tudott ilyen jó sokáig, egy jó pozíciót fogni, mert a baloldali meg a liberális szavazók Szegeden is, meg a Demszkinél is egybe szavaztak, ugye még a jobb oldal ott is mondjuk 30%-40% volt, mert Szegeden is erősödött, de hát ugye a többiek, ha összeadódnak, akkor a 40% nem tud többségbe kerülni. Így ilyen szempontból a békemenet azt mutatja, hogy hát igen, vannak nagyon sokan, és hát nem csak itt a határon túl, és azért azt is említsük meg, hogy ők is azért ugye egy bennetet részünk. Folytatva azt a gondolatmenetet, amit a népszavazással kapcsolatban mondtál, gondolkodtam, hogy kapcsoljuk ezt, illetve szerintem kapcsolatban megbeszélni kell azért azon túl, hogy 3 millióan erősítették meg a kormányzati önkormányzati szándékát a népszavazáson. Azért ez mégis csak egy érvénytelen népszavazás. Tehát érvénytelen Budapest, a választási eredményre gondolok, tehát ebből őt adódóan legyen a következő szavunk, amivel kapcsolatban fejtsétek ami esetítő eszeket bejut, a Kudarc. Az a baloldalon van. Tehát ha megnézzük, hogy Márki Zaj,
És hát amit sokan mondanak, hogy a baloldal eljött a Gyurcsánytól Gyurcsányig, 16 év alatt, vagy a 2009-et megesztük, amikor azt mondtam, egyébként zseniális ezeket itt tanítjuk meg azóta, hogy ez mit mondott Gyurcsány 2009-ben, hogy ő visszalép. Ugye akkor ilyen, amikor ott sem magától léptek vissza, nem csak, hogy visszalép, akkor egy évvel később ugye mit mondott, hogy hát ő visszalépett, átadta a keretet a fiataloknak, csak hát nem ért jobb. Úgymond kénytelen volt szegény visszavenni a kezdeményezést, tehát így lépett vissza. Igen, ha megnézzük, eljutottak oda, hogy a baloldalon a DK legerősebb. Tehát voltak olyan prognózisok, mondjuk a Handelre a választás előtt, hogy 20 mandátumot látott a DK-nak, most ugye csak 16 lett. Tehát azért ilyen még miniteri lett, mert fő a miniteri, hogy a 20-hoz képest 16, de azért azt látjuk, hogy a jobbikkal szövetségben van. Hát ezek ilyen hatalmi technikák, például ugye a választás előtt, az előválasztás talán ugye három ilyen pólus volt, és ezt várható most is egyébként, hogy ugye két erősebb a DK meg a jobbik összefogott. A hasonló a szavazóbázisok is egyébként, tehát inkább ugyanok erősek. És igazából azt akarták megakadályozni, hogy a Momentum fejét nem jön. Most ugyanott tartunk egyébként, hogy a DK meg a Jobbik továbbra is szövetségben van, hogyha a Jakab aggódik a nyomjuk kucsolját házban belül, a kis gazdálkodásnak a folyamata, ugye ott is a kis gazdálkodásnak egy darabig volt még valami támogatása, volt egy székháza, és aki a pártelnök volt, az rendelkezett a támogatás meg a székház fölött, hát a Jobbiknak most nincs székháza, de támogatása van, és hát feltehetően elindul majd ott is egy ilyen belső küzdelem, de mindegy, mert a DK meg a Jobbik a legerősebb azon a térfélen, és hát a Momentum meg ugye továbbra is megtunk hozzá, hogy bent is vagyunk, kint is vagyunk, most már összegyurcsánozódtak, ezért mondjuk ebben a Gyurcsány, hogy legyetek ti is gyurcsányok. Tehát, hogy megyetek gyurcsányok lenni, de pontosan azért, ugye, hogy mert akkor ez az azt üzenet, hogy a Momentum is gyurcsány. Tehát, hogy aki most azt mondja, hogy én nem vagyok az, hogy tehát az a ponton, és ugye, ha megnézzük neki, mi a célja, és ugyanaz, mint eddig, hogy a 24-es európai választás, akik egyben maradjanak, ne alakuljon ki egy ellenzékváltó pont. Amire azt mondhatják, hogy hát mi a Gyurcsányjal megpróbáltuk, nem sikerült, most a Gyurcsány nélkül próbáljuk. Ugye, amit a Márki-Zay is elkezdett az elé választáson a második fordulóban, tehát a Gyurcsány azt tudja, hogy próbálja meg, hogy a Jobbikkal együtt, és hát a képviselők meg annyira kicsit, mert annyira összevesztek, hogy ezt a kudarcot próbálják meg valahogy alakni. Tehát nyilván győzelemként nem tudják eladni, most a Gyurcsány ugye keménykedett tegnap, ugye még a Jobbik, ők külön vannak, a Momentum meg a Hatházi most abban keménykedett, az első nap nem mennek be, de most már ugye mindig elmondjuk, hogy most fognak harmadszor felesküdni az alaptörvényre, és hát pont a magyarkoztam az Origónak, hogy az ötödik beszédből a Gyurcsány mondtam köszönöm, hogy az elvtársainak, hogy hát tudja, hogy az elvtársak szeretnének 400 ezer forint költségtérítést, és már elfelejtették, milyen az autófényezőnek lenni, tehát nem fognak visszamenni az autófényezőnek, akár fogják venni a mandátumokat, be fognak járni a parlamentbe. És igen, tehát továbbra is ott lesznek, hát nyilván egy alternatívát kéne megfogalmazni, ez nem működik, mert továbbra is azt látom, hogy amit ők mondnak, az ennél inkább a brüsszeli alternatíva, tehát előbb mutattam rá, hogy fogyasszon kevesebbet, mert az nem alternatíva, mert ugye, hogyha nincs áram, nincs gáz, akkor nincs műtrágya, nincs energia, nincs termelés, és ugye nekünk se lesz jó. Hát ilyen szempontból a kudarc az szerintem a bal oldalon van. A népszavazásnál hát nyilván politikailag, hogy mondjuk érvényes, hogy ezt már elmondtuk a migrációs népszavazásnál is. A migrációs népszavazásnál is az idő egyébként a kormányt igazolta, minket igazolt, akik igennel szavaztunk, arra, hogy állítsák meg a migrációt. Illetve hát azt is látjuk, hogy ugyanazok a szervezetek voltak, most szerencsére már meg is büntették őket, Lemnyaszt International, meg ezeket, akik bolykotta szólított, azt mondták, hogy az emberek mit éljenek egy demokratikus jogunkon. Tehát, hogy nem mondják el a véleményüket, ugye hát ez nem biztos, hogy a legjobb magatartás, és megint azt látjuk, hogy a külföldről finanszírozott szervezetek azok, amelyek politizálnak. Tehát ez szerintem az ő kudarcuk is, hogy azért több mint 3 millióan azt mondták, hogy ne elegedjék a gyereket, a gender manipulációt. Hát nyilván ebből még egy nagy mert lesz, mert Brüsszelek kötelezettségszegési eljárást indított ebben a témában, nagyon raffináltak. Ugye a Soros Egyetem még is azt mondták, hogy hát a főiskolai kérdések azok nemzeti hatáskör, de mondjuk a verseny az uniós hatáskör. És ezért az uniós hatáskört választották, hogy az unió bírósága fellépte sem, most hasonlunk látunk.
most ugyanazt mondják, hogy az audiovizuális irányában, ha Hollandiában gyártanak egy könyvet, azt Magyarországon, amit azt mondják, hogy 6 éveseknek van, azt Magyarországon ne kellene 18 éveseknek adni. Tehát, és ez szerintük sérti az uniós irányelveket, hogy egy Hollandiában 6 éveseknek szabad könyvet, mint 18 év fölöttieknek akarjuk adni, egy mondvát is, hogy gender ideológiát propagálni. Tehát olyan témát választottak megint, ahol ők vannak hazai pályák, és ezért volt fontos, hogy meglegyen ez a támogatás, hogy azt mondhassuk, hogy nem, ez nem az audiovizuális irányelvekről szól, ez nem a versenyről szól, hanem ez a szülőknek arról a jogáról, hogy a szülők döntessenek a piszkori gyermekeik neveléséről, különösen a szexuális nevelés kérdéséről. És múltkor egy rövid történet, mint mondjak előtt, múltkor vitatkoztam egy órát egy ilyen homoszexuális szervezetnek az egyik vezetőjével, az Indexen volt ez a vita múlt héten csütörtökön, és akkor egy kis történeteket mesélte, hogy Amerikában ezt nagyon jól kitalálták, már lehet letesztelték, mi működik, hogy hát, hogy ő is fiatal korában egy budai gimnáziumban az zaklatásnak volt kitéve, mondom, hogy hát elmérem, hogy 20 év alatt volt, már jutottunk oda, hogy az nem zaklatták a budai elég gimnáziumban az ilyen fiatalokat, és akkor próbált máshogy jönni, hogy nem segítenek ezeknek a fiataloknak, ugye, hogy egyedül maradnak a problémák, hanem hogy hát nem. És mindig elmondtam neki, hogy az alaptörvény tanulmány álló szervezeteket továbbolja a minisztérium lájstrámba veszi, és az alaptörvény szellemében kell nevelni a fiatalokat, nem az alaptörvény ellen, és mivel az alaptörvény nem az a férfi, az a nő. Tehát, hogy ennyire kell tanítani a fiatalokat, mert az alaptörvény szelleme az ezt írja elő. És aki ezzel szemben megy, az hát, hogy alkotmány sértést követel, és hogy nem tudok mit mondani. És igazából azt látjuk, hogy mindig megpróbálják, hogy hiába rakjuk ki őket az ajtón, vissza akarnak jönni az ablakon, mert vagy akkor Brüsszelből próbálnak jönni. Mi azt mondtuk, hogy ilyen sokan nagy nem kérünk ebből, akkor majd a kötelezettség szerint eljárásra próbálják ezt, mert hát ők nem adják fel, ezért nekünk is mindig részt kell. Szívesen, kudarc. Amit Szabi emlegetett, az egyik megbizalabb mondata az újkori, legújabbkori politika történetben, mert nekem szegény Kovács László megjön kicsit rendszerű mond az életbe szembe, megjön Gyurcsányok, vagy megjön Gyurcsányok felhívve, és nem is van beszélt éppen, látom, hogy most jelzőként vagy valamit kérdez. Tehát semmiképpen nem tulajdonképpen értem, de hanem egyfajta minőségként jelzőként, de akkor is bizonyára hangzik valakinek a szájával a többiek gyurcsányosításának propagálása. Ami ez az eredménytelen négy szavazást illeti, ez igazából az én feleségem témája. Megbeszélgettek otthon? Igen. De nem úgy csak ő szokott el a mi másik, amit Zoli van is együtt. Hát, hogy most arról beszélünk, akit én a tudom, hogy is van megkérdésre. De mint állampolgár, nem mint opera igazgató, és területen nem ilyen művészetben, de ezt tényleg a gyerekekről szól. Tehát én életemben egy dolgoktól nem tényes, mert a gyerekekről beszélünk, és arról, amit Zoltán is említett magyarán, hogy nem arról van szó, hogy nyeressen egyébként a kárpózátének is. Hiszen elvisszük a gyereket, hogy a színházba is megjelmennek erre a nyarra, így ez egy impulzon helyes, iskolában is, de az, aki eléjük áll a fogalmazásra, vagy ha jövő testvérő tanár, akkor is képesített legyen, meg hogyha valamilyen életmódbeli tanácsokkal áll elő, akkor is képesített legyen. Tehát legyen valamiféle végzettsége, az egy állami szerv valamiképpen tudja ellenőrizni, és hát így jön az, hogy akkor van, hogy mégis egy lajstrom, egy lista, és ahol az engedélyek a gyerekeink kell, akikkel ezt vannak hatalmazva. Mert lehet egyébként nagyon nehéz gyerekek számára a szexualitásról beszélni, hogy hát nem mondta, hogy én mintajban vagy akarban se. Tehát, hogy úgy azért, hogy keresjen, mert nekem sem volt ebben igazán segítsége, de hogy úgy, tehát ez nem egyszerű, ebben lehet segíteni a szülőknek, de ne akárki felesse, vagy ne az, akit az adott osztályfőnök egyébként valamiért alkalmasnak tart, hanem ez legyen egy valamiféle tényleg kvalitatív számon kérhető kontrollnak alá vetve. És azt, hogy egyébként nem lett érvényes, hát azért szeretném, mint állampolgár az óvédő figyelmét arra felhívni, hogy ezek a jogsértések vagy odavaló visszaélések, ezek folyamatosan jelentkeztek. Tehát én nem tudom, hogy nem lehetett felszólítani ezen a szervezeteket előbb is. Ha meg
utóbbköltélék és bírság 147 ezer forinttól az egy komolyabb kereség túlépés. Tehát azt, hogy mondjam csak, tehát ez szükségbe lehet fizetni. Tehát egy visszatartó ereje, szokták mondani a büntetési tételnek, ha nincs, akkor a büntetési az az értelmetlen. Úgyhogy itt egyébként a lépni kéne, ne lehessen rajzolgatni a menem arra való, és a mi időnkkel se kell játszani. Hát sokan elmondták, hogy fél órákat állt a sorba azért, mert és meg rajzolgattuk a fülkében, tehát ez sehogy nincs jól, akkor teheti azt, hogy nem megy el, ez is egy lehetőség. Teheti azt, hogy fölveszte, nem ír el semmi, az is lehet, hogy 8x-et rajzolás jövételre tette, de azt, hogy jöjjön azt, hogy erre buszítsanak, és valaki pedig a fülkifejezésnek ezt a eléggé nem közösségi érdeke vagy a tekintettel, például ezt nem tetszolónak, ez nem oké. Csak azt tettem kiadni a végén, hogy ez nagy dolog azért, hogy több millió ember így is leszavazott. Tehát pont, amit mondtál, hogy ez a fajta támogatottság, amit kellett emlékezni, hogy így is előállt. Tehát így is előállt volna, hogy hányan voksoltak így, a többiek meg nem elvoksoltak, hanem kihúztak a fejüket a hulokból, amit ők a hulokat láttak, tehát nem tudtak mit mondani ellene, és fontos, hogy a magyar kormány előtt ez a támogatás ott van, mert egyébként a nyugati sajtószabadságot ismerve ezek a kérdések ott egyszerűen nem szerepelnek. Vagy csak valamilyen marginális lap megvalózni, aki tesz arra, hogy milyen az eleménye, de a többiek már nem teszik meg. Tehát láttuk a bajon keresztül majd a pártatés elpogulását. Tehát hogy lehetett ilyen számítani, csak az, hogy semmi szinten megkülönböztetetlenek. És itt ugye a háborút is érintettük egy picit, biztos meg szóba kerül. De itt azért az is látszik, hogy a végén szétverése az ukrán kérdéssel abszolút lehetséges. És tényleg olyan, mint hogyha ez az én időt nekünk volna legfontosabb. Tehát a többiek ilyen-olyan orosz kártyával, vagy valamiféle paranoiával, mint a szlovák kormány nézek a legtöbb, hogy a felvidéki származású, tehát hogy úgy olyan klasszul belezzelni, és így intéketet betárt, nagyon fontos, hogy a kormány mögül ne paroljon ki a saját népbe, mert úgy látom, hogy nem ilyen számíthat másra csak mizára, és az fontos az európai szintéren, a világ szintéren, hogy ezek a kérdésekre úgy utalhasson majd a miniszternek, meg bárki, aki tárgyalja. Mindenkülben, hogy ezek valós tömegtámogatást kérdeznek. Úgyhogy nem volt ez kudarc. Szeretett volna egy kicsit még jobb, de így sem volt kudarc. Csak egy perc szóval. Itt a szlovák paranoia mindenki számára világos legyen. Itt most gyanítom, hogy a szlovák házelnök legutóbbi kijelentésére, Boris Kollár. Érdemes az életrajzát megnézni, és én itt ezt a fejezetet le is zárnám. Tehát én csak a brazil szeptem, de olyan csodákat olvasnak, mint Boris Kollár szlovák ember. De ezt vagyok itt a kedves úrnak. Szóval érdemes út, akit érdekel, Boris Kollár, nézzenek utána, pontosan kiről van szó. Jelen pillanatban ő a szlovák házelnök, a szlovák országgyűlés elnöke, és a sok legyőben mellett, amit most nem idéznék legutóbb, vagy néhány bírt megfogalmazni, hogy bizony-bizony nagyon nagyon oda kell most figyelni, mert a következő lépés a kormány részéről Szlovákia feldarabolása lesz. Folytatás az interneten, úgy félhetságjaink, hogy ahol tetszik, Boris Kollárral is a szlovák kormány egyéb tagjainak, Meredek külügyminiszter, illetve a külügyminisztérium államtitkárának tollából, szájából, tényleg olvassák el egy agyrén, és előbb ugye, ahogy Szivasztok fogalmazott paranoia. Visszatérve a mi beszélgetéseinkhez, de ugye korábban itt a műsorán már említettük a kormány nagyfokú magyarán úgy felhatalmazását. Egy picit tekintsünk a jövőbe, hogy miért is szükséges azokon az égető helyzeteken és szükségleteken túl, amelyekkel Magyarország is szembenéz, illetve hogy a nemzetestvérek szembenéznek, ugye most elsősorban az orosz-ukrán háborúra és a kárpát-tatániai magyarságra gondolok, ezen túl melyek az eddig elmaradt kormányzati intézkedések, amelyek feltétlenül igényelték és igénylik az ilyen fokozatokat.
támogatást, és a kormány megegyszerűsítő kapott. Köszönjük, beszéltünk róla, miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóan egy pár témát érintett, mert az energiaváltás most a legfontosabb. Amerikában bérinfláció van, túl sok pénzt toltak ki a Covid alatt, tehát ilyen támogatás formájában, és ez a pénz most keresi a helyét. Tehát ott van a bérek, a támogatások ugrottak meg, és Európában még energiainflációban. Tehát egyszerűen mivel indult a gazdaság, illetve csökkentik a szankciók miatt az energiát. Energia hozzászól az uniónak egy nagyon rossz politikája van, hogy egy energiauniót akarnak fölépíteni, és azt mondják, hogy rövid távú szerződéseket kell kötni. Tehát fél éves szerződéseket mondjuk, vagy egy éves szerződéseket, mert azt remélik, hogy ha olyan rövid távú szerződések vannak, az meg lenyomja az árat. Tehát a francokat, mert ha valakinek van egy nagy olajkitermelő vagy gázkitermelő üzeme, annak a megtérülésére egy üzleti tervkel, és az mondjuk 20 év alatt térül meg, és hogyha egy évenként kéne eladni a termékét, akkor az neki nem jó, mert akkor ugye kevesebb papírt, és nem biztos, hogy megtérül a beruházás. És hát ugye az orosz gázt azt fel akarják kapcsolni, és hát azt mondják, hogy Katalin akarnak nekünk. Csak a Katalinak 80%-ban már lehetne szállítanak. Egy energiát, ugye meg többet lehet kapni, egy drágán, illetve hát ők is azt mondják, hogy hát, hogy most nem építek egy újabb terminálat, mert annak a költsége 20 év alatt térül meg, és hogy évente kötött szerződést, akkor az nem fog megtérülni. Hát ilyen ott tartom, mint az oroszoknál, hogy hosszú távú szerződést akarnak a Katalinak. Ugye hát az arabok föl sem veszik az amerikaiaknak a telefont, mert ugye, de tényleg, mert ugye pontosan tudják, hogy Amerikában van annyi üzemanyag, van annyi olaj, mert ezt az amerikai igényeket lehet exportálni, nem nagyon sokat tudnak. Most annyit mondtak, hogy 15 milliárd köbméterrel több gázt küldenek majd jövőre. Most 150 milliárdot kapunk az oroszoktól egész Európa, az amerikaiak most akarnak majd 15-tel többet küldeni. Tehát az még messze nincs ott, amit az oroszok szállítanak. És igen, azt látjuk, hogy ugye Brüsszel azért ne felejtsük el, hogy van egy zöld átállás, az azt jelenti, hogy mondjuk a benzinről és a dízelről 15 év alatt nem fognak szállni, és ugye megint ilyen trükkök százalja, hogy a klasszikust idézzük, tehát ugye Brüsszelnek az a taktikája most, hogy nagyon szigorú klímacélokat fogadnak el, de a Fit for 55 program volt, hogy mondjuk 30-50 csökkentsük 50%-kal klímakibocsátást, de ezt csak úgy tudjuk elérni, a hiteleket veszünk fel, közös hiteleket. Tehát ez lett volna ez a megcsinálási alulcsomag, és ugye ez azt jelenti, hogy ha van közös adósságunk, akkor kell közös bevétel is. Ez nem úgy, hogy mondják a nyugdíjukat, de nem kapják meg jár, csak nem jut. És azt mondom, hogy hát itt a kiteli banktól felenként vegyenek fel 200 millió forint hitelt. És akkor meg nem kapják a nyugdíjukat. És ennek az a lényeg, hogy ha már van a nyugdíjukkal a kiteli banktól közös adósságuk, akkor jöhet a közös bevétel. És ez lenne a klíma, adó, a tranzakciós adó. És ugye Brüsszel most megint az orosz háborút is erre használta föl, hogy most eldöntötték, hogy 5 év alatt leszakadunk az orosz energiát, ami nem sikerül, de ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy ha megint közös hiteleket veszünk fel. És hát ugye elmondta Orbán Viktor, hogy becsaptak, hogy a hiteleket becsaptak, és én nem vagyok ennyire szkeptikus a vélemények kapcsán, mert igen, az orosz kérdésben más az álláspontunk, mi négyszer verekedtünk a Medvével, egyszer döntetlenre hoztuk ki a németekkel, Brest-Litovsknál, háromszor vesztettünk. Mi azt gondolom, hogy már nem lennénk egy ötödször a Medvével. A lengyelek még próbálkoznak, tehát ez a különbség egyébként, hogy ők még próbálkoznának. Más leckét vagy más tanulságot mondtak a Kötelányból, de attól még, ha megnézik a lengyeleknél is, persze ők sem mennek a szomszédba egy kis részére, ugyanaz a munkamegosztás van, mint nálunk, hogy ott azt látom a Morawiecki miniszterelnök a jó rendőr, aki már a választás estén gratulál Orbán Viktornak, és a Kaczynszki a rossz rendőr, aki fenntartásokat fogalmaz meg a, és akkor persze Orbán Viktorot, hogy a másnak már reagál rá, és akkor megint minden rendben van. De a lengyelek is tudják, hogy csak szét akarnak szedni minket, ez megosztási kísérlet van, és ugyanúgy egyébként a politikai együttműködés, főleg a hetes cikkelnél szerintem töretlen. Hát a cseheknél a közvélemény is megfordult, a kormány is megfordult, Szlovákiában én azt láttam, hogy a közvélemény még mindig orosz barát, 80%-ban orosz barát a közvélemény, a politikusok fordultak meg, atlantista, globalista politikusok vannak most a hatalmon, de akkor még az emberek nem szeretik most őket állni, amit ők annak kapcsán csinálnak. Tehát ilyen szempontból én emiatt nem aggódnék a Visegrádi együttműködés miatt, most már Szlovákia veszi át az elnökséget július 1-től,
akkor megint kicsit szimbolikusabban lesz az együttműködés. Ukrajnában nyilván nem fogunk egyetérteni. És hát ne felejtsük el, amit mindig mondtak, hogy Orbán Viktor nem az, akinek igaza van, hanem igaza lesz. Most is kérdék el, hogy tényleg ezt szerintem, hogy a hosszú tömeg sorokban jönnek a külföldi újságírók, vagy diplomaták, és mindenki pont azt kérdezi, amit te is, hogy mik lesznek a prioritások, nyilván még nem is tudjuk, vagy nem is mondunk, hogy minden nyilván azért a kártyánkban nem engedünk bele pillantani, de arra kíváncsiak, hogy mi ahogy Orbán Viktor hogy akarja mesterelni a magyar kormánnyal ezt a helyzetet, a gáz energiahelyzetet, mert nyilván figyelnek, mert a német gyárak nem véletlenül jönnek Magyarországra. Nem csak a képzett munkaerő miatt jönnek, hanem mert itt van energia. Németországban meg nincsen. Mert télen például, amikor nem süt a nap, meg nem fúj a szél, akkor 2%-ot adott januárban a megújuló energia. 2. Csak 98% az meg gáz volt, meg szél. A szélet leállítják, az oroszoktól nem megszenek, a gáz két év alatt ki akarják vezetni az orosz gázt, tehát magyarul nem lesz energia. Mi történik? Át kell jönni oda, ahol van. És ezért nem mindegy, hogy nekünk van energiák, mert akkor lesz munka. És ilyen, ezek azok a kérdések, mert ugye az egy versenyelő, mert hogyha a szlovákok meg a csehek atlantisták, meg a lengyelek is lezárják a csapot, akkor nekik tényleg nem lesz, vagy csak drágában lesz. És akkor nem mindegy, ugye, hogy akkor a cégek hol fognak menni termelni, mert ahol van megfizethető áron energia, oda fognak menni a cégek. Ezért nem mindegy, hogy milyen viszonyt kapunk az oroszokkal, mert ahogy is akárhol is végződik a háború, Oroszország itt van. Sőt, közelebb is kerül hozzánk egy kicsit, mert írtam, hogy szerintem a gyerterik el fogják foglalni azt a területet, tehát mondjuk 300 kilométerrel közelebb kerül hozzánk Oroszország. Tehát valamint viszont ki kell alakítanunk az oroszokkal, nyilván ameddig, ugye mindig mondjuk, hogy a periódikus rendszer minden elem előfog Oroszországban, és hát múltkor meséltem talán önöknek, most már nagy a baj Németországban, mert a 6-7-ből letelt már 3, az a 3-4 van részét a pír, és ugye komolyan, mint a Covid alatt megint ott tartunk, mert mondták, hogy a cellulózis, de komolyan, a cellulózis onnan jön. És ugye mondták a németeknek, hogy nem kell aggódni, Kanadából már elindultak a hajók a kanadai cellulózzal, lesz papír zsebkendő, konyhai törlőpapír, meg részépapír, meg ilyen, szalvita, de kicsit drágább lesz, mert hát ugye, és akkor ugye még ami nagyon néz ki, tényleg, amiről nem beszélnekünk, attól, hogy a franciának választás is volt az áron, hogy most 2 euróval üzemanyag, és ugye Macron már csinált 2 eurós üzemanyag, 18 novemberében bevezette az adókat, megemelte a sárga mellényes mozgalom azért tüntetett, csak Macron nem mondja, hogy 3-4 euró lesz a liter benzin Franciaországban. És ugye gondolják bele, hogy ez már Nyugat-Európára, hogy minden állat megemelnek, hogy ebből a középosztályt elszegényítsék. Tehát az a pénz, ami most az embereknél van a középosztálybelieknél, a szintén kifizethetik, és mondják a németeknek, hogy készüljenek fel, mert ennyi az 10 euró lesz, nyáron, hogy egy kiló most meg 15. És nyilván itt visszaveszik a pénzt, és hát ők arra akarják fogasztálni ezt az orosz háborút, arra akarják fogni, amit a Márki Zaj mondott, tényleg, mert ezt biztos megértett, hogy Brüsszelben ezt gondolják, meg Londonban, hogy együnk hetente egyszer 20, hogy mindenből kevesebbet fogyasztunk, és azt hogy tudják elérni, hogyha az energiárakat feltornásszák, akkor minden drága lesz, és ugye tényleg kevesebbet fogunk fogyasztani. A klímacélokat így akarják élni, hogy azt akarok fogják. Hát mi pedig olyan nyilván azt szeretnénk, hogy azért mi magyarok azért szeretnénk úgy élni, szerintem mindenki, mint a Covid előtt. Tehát, hogy inkább oda szeretnénk visszatérni, hogy azért mégis egy olyan életet szeretnénk élni, mint ami előtte volt, mindig Magyarországon, vagy ugye itt a környező országokban szeretnék az Adriára menni, szeretnék a Balatonra menni, a Tiszapóhoz menni, és nem azt szeretnénk, hogy ide legyünk Németországban, azt mondják, hogy pulóver napok lesznek. Mondom, hogy itt nem napok lesznek, itt pulóver hetek lesznek, vagy pulóver hónapok lesznek, ha letekerik a gáz. Hát ez azt jelenti, hogy nekünk a kormányzati politikus az a rövid válasz, hogy szerintem a magyar kormány azt szeretné, hogy Magyarország egy olyan ország legyen, abban az irányba fejlődjön, mint amit a Covid előtt láttunk Magyarországon, hogy azért teljes foglalkoztatás volt, azért az emberek, aki dolgozott, az több pénzt vitt haza, ez nagyon fontos, ezért szavaztak el sokan a Fidesz-szel. A munkások azért szavaztak oda, a szakmunkások, egyébként azok is, akik a közmunkából előre léptek, azok is több pénzt kaptak a fiatalok egy részét. Tehát az a lényeg, hogy abban az irányba mehessünk, és néha abban ide Nyugat-Európa, mert szeretjük a nyugatot, mert tényleg is sajnálom én is, amikor nyugaton vagyok, a Németországban járok, és beszélsz, mert nem mernek beszélni, mert körbenéznek, hogy ki hal minket, és akkor azt mondják, hogy
igazából itt összeg, mint ami nálatok van, csak ugye nem mondhatok. Azt nem mondhatom, hogy kirúgnak az állásomból, megbüntettek, ha azt mondom, és akkor jövök hozzátok járom, és akkor 3 hetet Magyarországból leszek, és akkor egyszer kiszok, meg elmondom a véleményemet, és akkor jól érek, és aztán majd hazajövök, és akkor megint a pulóverbe fog várnunk le. Szabad ezzel jött. Hozzáfűzni, hogy volt az a szemléletes égévi mondás a magyar és a német ipar összefüggéseit mutatva állam, hogy Magyarország, nem Németország küzdte Magyarország meg 100 év, ugye? Hogy a pillangosztály csapással, vagy úgy minden van hatása a világon akár. És csak valószínűleg volna, hogy egy alpati óceánon közlelő jéghegy nyomán összecsinálja magát Németország. Tehát, hogy csak a hadából menjél oda, picit a pénztárítványra a panyaga, de ez az egy jéghegy, akkor mindegy Németországban, de ilyen összefüggéset még eddig nem derültek ki. Ja, de tényleg az is az is fura, hogy az ukrán elnök, aki tényleg egy kutyaszorítóban van, mi van, azt, hogy az embernek a országát bombázzák, akár milyen optikai megtárgyalási hibák, meg amerikai befolyásának kellett a korában, az ember életet nem hozza vissza semmi. Meg ezt a fajta hatalmas veszteséget, nem kell tudni, hogy ez vissza termelik valahogy. De lassan már az a mondat fogja jönni, szerintem ő is kicsit itt túlszereti magát, hogy Magyarország zárja a felgelt, csak kell vonja meg magától, mert idézem azt az adagot, amit vissza felmondhatunk Ukrajnában. Tehát az oroszokon annyi gázja, amelyik pont tiszta, hogy Ukrajnában, a többi rendben van. Egész egyszerűen azon gondolkozom, vagy gondolkozunk otthon, erről beszélgetünk, hogy a gyerekek is felállt erről beszélgetni, hogy természetesen keresztények vagyunk. És ezt úgy értelmezzük, hogy az ember egyre tágabb körökért, egyre kisebb felelősséget tud viselni. Nyilván az ember önmagáért, a pályáért, a családjáért, a kisebb közösségekért, de inkább felelős. De ha mondjuk, nem tudom, Botswanában meglátunk egy két törzs, vagy tényleg a tundrán egy kis növény veszélybe kerül, hogy elvégyék a tundrán, nyilván a Dunávi tisztelik majd a tankhajók, amelyek áthozzák a cseppfolyós gáz, neki nagyobb örömére. Szóval, hogy ezek, hát elolvastuk az újságban, mert ha már lehet, hogy most vagy a mentenetikát, de igen, ezt nem lehetett, és akkor ez valami, amit érzem, vagy mondtad is semmit. Ott van viszont valaki, aki ott él, azt próbálja meg rávigyázni. Mindenkinek megvan a saját természetesen életemben. De hogy mit tudunk tenni ezzel az ukrán-orosz háborúval, amely tényleg képes félmérnek, vagy most, hogy unokatesoknak a kihakodása, amelyben mindenki beleteszi a maga kavarógépeit, hogy azért nem egy egyszerű helyzet, és hogy ebbe az utóbbi évtizedek a rendszerváltás óta kínlódó magyar gazdaság beleroppanjon, tényleg, mintha az ember egy ilyen kocsmai verekedésben, bocsánat, eltévedt pokoloktól kerülne a földre. Tehát, hogy mi közünk ez az egészhez, és valahogy ez nekem igen mag, aztán mindig lesz tudom arra győzni, hogy keresztényként ezek a fájdalmak, vagy ezek a veszteségek, ezek minket megindítanak, és tényleg iszonyú fontos, hogy segítsünk a befogadott menekülteken, meg átadni az országra, stb. De ezen túl feláldozni azt, hogy a mi országunk ebben úgy opanyom be, hogy minket majd nem fog semmilyen marasas felé elérni. Ukrán elkezdve szépen olyan építik, meg rende is van az, és nem a mi kérdőből lesz, de közben Magyarország mellé jár a veszteség. Tehát ez nem olyan így, és eszembe jut egy francia szerzetesnek csak a neve nem teszem be most, annak a pár éve volt itt a francia migránsválság közepette, itt túlnézett és látszol is volt. És nekik egyszer megkérdeztem tőle, mert nem bírok ilyet, hogy kérdezni akarom. Így jelentkeztem. Hogy azt kérdezték, hogy ez hogy van, hogyha tekint a 50 ember kódotikán is a Líbia. Ilyenába jöttek mondjuk, hogy valamelyik olasz szigetén ott kilódnak, és ott van a csónakod, és mindent meg kéne menteni, nem?
Rakott el erre a vacsa, nagyon, nagyon okosan és ugyanerre a keresztény koncepciós felelősségre utalva, hogy ha van egy 20 fős mentőcsom, akkor nem vehetsz föl bele 25 embert. Minden sülyeztet. Te is, aki mentőzéket, hogy tudok, merre van egyáltalán a kalap. Tehát, hogy egész egyszerűen az egész világ felelősségét, egy olyan nemzetre, amelyik erre nem alkalmas, mert a mérete, a lehetőségre olyan, hogy nem rá kell elni. Tehát amikor az ukrán elnök most éppen azt a Dél-Koreát szólítja meg, hogy küldjön a fegyvereket, hát kastak társadalom, mondjuk marhára messze az Ázsiában, ahol már ezek a dolgokat, mint minket a buszmányai bozótharc kevésbé ér el, de hát küldjön, itt Kastagország, de Magyarország csak addig tud helyezkedni a lehetőségei valam, addig azok vannak, tehát hogy valahogy nem értem, hogy miért szálltak el ennyire az orvosztóban ezt a rúgatérdelmet, de tényleg úgy értem, hogy csesztek ki valaki Spanyolországot, ők is uniós tagország, hogy Portugáliát akarni mi, hogy ők messze vannak, el vannak, egyáltalán Boris Johnson meg a nagyon működnek, Boris Johnson-t is sokkoltatom, hát nagyon könnyű, hogy Szigetországból beszélgetni arról, hogy egyébként nyugodtan kapcsolják le is egyáltalán, meg kiértünk az Unióból. Körülbelül a BBC elkezdi az LOPS definíciói számon kérni másokon, és közben simán rendeketnek adott visszajások is szerintenek egyébként. Kíváncsi elég, hogy mi jön neki erről. Ezek az outsider, a kívülről bekiabáló bolo okosságai, ezek is mintha inkább minket találni kell, kilógunk a sokkalatosság. Tehát akárhogy is kilógunk, és minden ilyen nyilvánvaló akarat eltalálni minket, és hát nem tudom, hogy meddig lehet ennek ellenállni, remélem, hogy sokáig, de hogy túl sok személy nem tudná ezt ellenállást vezetni, csak az, aki most vezeti, ahol biztos vagyok. Köszönöm, hogy nagyon-nagyon rövid kör van még hátra az a mai beszélgetésünkből, és gyönyörű részt kaptam tőle a Szilva szerepet, mert hírfélében is van nekünk már régen, abban az igaziban sok évvel ezelőtt, ahol együtt dolgoztunk. Orbán Viktor. Kalapasztásra ki a győztesen, Magyarország mellett mindenki mellett, ezt megérdemeltük ezt a győzelmet, baloldal is megérdemelte, hogy ezt a lenézést, ezt a kioktatást, ezt a pötyhelyi stílust így visszaigazolják a szavazók. És hát igen, ugye, amit mondtam, hogy a miniszterelnök az, aki ezt ki keretbe tudja foglalni ezt a politikát, és szerintem bízunk abban, hogyha továbbra is úgy vezeti ezt az országot, mint eddig, akkor nem baj nem lesz. Egy régen halott nevet fogok mondani, tényleg hova is tűnt ő, Debrecen József. Hallottam ezt jól? Amikor az első könyvet írták Orbán Viktorról, azt rosszul mondom, az első két László írta. A másodikat, ami talán nagyobb publicitást kapott, az ugye pont az elvesztett választás utajánlott meg, az Debrecen József kezétől volt, és a könyv végén, azt nem beszélni, ugye interjúkra alapozva, de úgy saját szövegénként írtam, nem interjú kötet volt, de a kötet végén van egy interjú Orbán Viktorral. És ez megmaradt bennem, hát pedig ez a kötet ugye 20 éves lesz idő, hogy hogy tetszik ez neki, hogy reálisnak érzi valami ilyesmi a kérdés a Debreceniről, és az a válasz rá, hogy azt mondja, az, hogy igen, érdekes, meg csomó igaz elemet talál benne, de neki az a furcsa, hogy ő ennél egy-kétes több dimenziósnak látja magát, és úgy érzi, hogy itt csak egy dimenziós kép rajzolódik ki. És én ezt szeretném aláhúzni, tehát nem nagyon közel idejére vagyok vele, de azért sokat találkoztunk, és 1988-tól, amikor mi is a Fidesz-Veszemben megalapítottuk, és sok helyzetben sokszor láttam őt, és ez a több dimenziósság, ez lehet a kulcsa ennek a politikusi karriernek szerintem. Tehát, hogy úgy is tud dönteni, tehát nem a saját tízisze szerint is tud dönteni, akkor csak felismeri, hogy egyébként, hogy ott tett az operát,
nem mondhatom, hogy Orbán Viktor úgy belegazdolgozott. Hát ez nem úgy van, hogy minden héten ott ül és érzi. Hát ez nincs. De pontosan érzi, hogy attól, hogy ő nem utána rajongó, attól még neki után el kell menni, mert szellemileg ez az ő számára ugyanúgy fontos, mint egy csomó más a tájékozódásban. Útrának annyi felete van, hogy ide is el kell jönni, és ha ott van, akkor mindig érdeklődik a darabban, mint őnek mindig oda kell adni a műsorközöket, abban ő olvasgat, kérdései vannak, tehát azt látom, hogy nem az ő terepe, nem az ő világa, ha itt van, akkor szeretne ebből valamit megtanulni. És ez a tanulni vágyás, hát ez olyan jó pap volt itt tanulni, hogy a magyar köznyelv. Tehát ez a kíváncsiság, meg ez a tanulni vágyás, akit kapnak, hogy az embernek hogy lesz a személyisége, olyas rálátással bíró, amelyik azt is tudja értékelni, egyébként a fontosságát fel tudja mérni, amit egyébként neki személyesen nem annyira fontos, de másoknak az lehet. És ez a fajta gondolkodás teheti hozzá a vezetővé, hogy valóban nagyon sokan, több millióan ezt érezzük, hogy minket is megtestesít. Tehát nem kell egyetérteni minden döntésével. Nem kell egyetérteni minden szavával. De valahogy ez a választás jobban nem mutatja, mint egy választás, hogy nagyon sokan, egyre többen érezzük azt, hogy igen, és egyébként ebben a választékból, meg ebben az időben ő. És kinek mi a fontos akkor az egészből, van, aki azonos vele, mert lehetnek ennyire hívású emberek, hogy lehetnek. És valaki pedig azt mondja, hogy leginkább, és az is ugyanolyan fontos. Úgyhogy csak minden, hogyha az operában engedték ezt megközelíteni. És én is ilyen hangzik meg, nem is veszük rá, de soha jaj. Szerintem, hogy nem csak tőle, mert máskor is, de tőle is el kell tanulni ezt a fajta világváltást. Tehát, hogy például, amikor kitűzök egy darabot az operában, számos esetben én ezt a darabot is szeretem. Amikor van egy szerző, és elmondok egy ilyen szerzőt, van egy Jules Massenet nevű francia szerző, én az jó műveit nem annyira szeretem, de tudom, vagy csak egy-egy áriát az egészben, akkor meg ki kell tűzni azt a balettet is, amelyik az ő zenére épül. Ez egy Mamon című balett. Ki kell tűzni azt a darabot is, a Vertel című operát, amelyik az ő legnagyobb műve. És van még más is ilyen. Tehát, hogy a nem az említésem szerint való, de értem, hogy érték. És szerintem Orbán Viktor ezt a gondolkodást, a magyarok felével a gondolkodást nagyon érzi. Hogy az is fontos, amit nem ő érez pont fontosnak, de a közösség számára elég fontosságú. És ezért jó, hogy ez így alakult. Én itt az első felkezdő társainak, konkrétan Mariannak, mert a beszélgetésünket bőven megelőzően elmondta ezt a mondatot, amivel te most ezt az estét majdnem zártad. Én már előre örültem, hogy így alakult ebben a este is, hogy veletek ebben a körben tudtam beszélgetni, még ha ez egy ilyen rendkívül beszélgetés is lett, hogy én csak soroltam, kiben hallottatok, ezek folytatták másfére a mi szavaink, de akkor most nem tudsz egy húszkép ráadás, melyek a ti szavaitok a másfére a kedves nézőknek, mert egyáltalán bárkinek, aki a szellemi honvédők közül, akár itt ma este, akár valakon, a közvetítésnek köszönhetően hozzá csatlakozik. Én azt mondom, hogy húzamosság. Tehát kérem, mert nagyon sok minden érték veszélytődik el az időnek a horizontján. Tehát emberek föllelkesülnek, és akkor nem tudom, egy napig bírják, egy hétig tudják, egy hónapig. Aztán úgy az embernek ilyen a természete, hogy ez jön, meg más események, meg el is szálladunk, meg jaj, hát nem sikerült rögtön. Tehát, hogy ez így áthatja az életünket, ez a hervadás. De iszonyú fontos, hogy a nemzet életét,
mi nálunk is egy műfaj, akik a közösség visszaszerzését a Covid-ban megérni, hogy az ember ezeket hosszabb ideig tudja, ezeket az elszükséges cselekvéseket nem csak tenni, hanem bízni is abban, hogy ez sikerül. Tehát, hogy most ne szabad se csodát, se súlytalanhoz várni, nem már a hónapra változik meg a világ, hanem a tartós támogatás, az a szuper, a tartós kétharmad. Ez most összeállt eddig, de a cikluson belül is fontos, hogy például úgy érezze az ember, vagy akár a kormány is, hogy nem egy szalban minden van mögötte, meg nem ebben a pillanatban létezik a kétharmad, hanem ez egy nagy szív, ez egy tartós, hozzámos támogatás legyen. És mindenképpen tovább becsülünk 12-ig. Köszönöm szépen a másik, köszönöm szépen a másik, és tisztelet a szóri a pódiumon, szeretettel a Kudosi Csabát. Győzelem! Csak hogy azok csatát mi engem! Győzelem! Rajongat! Mi győz, aki csatára nem győz. Végvárom a tűzérítettel, tűzérhomokra építettel. Én hordjatok szívóttal, a szívónom állja. Megvárom. Sziklátok így, a valakizatban, az egész megváltozatlan. Hiába lőttök rágyulat, nem reszketek utolatszia. Nem látta senki, égi kincsen, és sok azt is. Valóban is, és gyűjtje a kincset avar, én azért, aki akar. Nincsen beszélni, mert összeállítani a férjünkben a hullamoncot, hol a remény itt kell legyen. Én álmodom, úgy érzem. Amíg a harckolomra gyártam, én várhatok hajtó büszkezáltam, és orrba omlik minden, én felkiáltam, győzem. Köszönöm szépen még egyszer az Önök nevében is Körösi Csabának. Köszönöm szépen Kiperi Zsoltának, és köszönöm szépen Ókolai Szilvasztának, akik tiszteletben meg is jöttek, hogy legyen a vezérünk. A szolgat elérhetőségben ezzel volt az Önkel egymással viszontlátásra április 27-én. Szent Imre Gimnáziumban.